sok segítő ember keres nekem helyet, hogy megtalálhassam kedvenc regényemet, és úgy éljek benne, mintha rólam szólna. A Nobel-díj egy kicsit nekem is járna. Projekt záró az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kálóczi téri idősek otthonában. A létesítményben még 2013. novemberében kezdődött az a beruházás, mely a B és a C jelű épületek átalakítását, felújítását eredményezte. Az elkészült fejlesztések ünnepélyes átadóján Cibere Károly államtitkár mondott beszédet. Minden, ami a szociális védelmet erősíti ma Magyarországon, és az olyan ügy, amely mellé a kormánynak oda kell állni. Kiváltképp, ha egy olyan önkormányzat és egy olyan helyi társadalom fejlesztéséről, előmeneteléről van szó, mint a gyűlés. A kormányzat az utóbbi időszakban közel 9 milliárd forintot fordított olyan típusú intézmények felújítására, mint amilyen a győri otthon is. Minden olyan társadalom, amely magára valamit is ad, az erkölcsi kötelességének tekinti az időseket, nem teherként kezelni, hanem olyan értékként, akikben tudás, tapasztalat, jártasság halmozódott föl, és ezt ők kamatoztatni és hasznosítani tudják az egész társadalom számára. De azt gondolom, hogy a szociális szolgáltatásoknak az a része, ami az időseket segíti, ilyen szemben kell, hogy, és ilyen megközelítésre kell, hogy működjön. A projekt magába foglalta például a nyílászárók cseréjét, a liftek beépítését, illetve a már meglévő felvonó felújítását, a tűzjelző rendszer és új helyiségek, így egy korszerű étterem kialakítását is. A beruházást az Európai Unió közel 180, míg az önkormányzat 45 millió forinttal támogatta. Mi azt mondtuk, hogy ebből a pályázata egyrészt fölépítjük, fölújítjuk az épületet, plusz a szociális helyiségeket, részben a dolgozóknak, részben pedig az itt lakóknak kulturáltabbá tesszük. Így én úgy gondolom, hogy aki örült itt lakni, vagy örül itt lakni, az még inkább fog örülni, hiszen kulturált körülmények között van, és most jön az az idő, amikor ezt továbbra is ki kell töltenünk tartalommal, és ebbe pedig biztos vagyok benne, hogy a munkatársaim ezt megfelelően el fogják végezni. Az idősek otthona 1980-ban épült, azóta több átalakítást is végeztek az intézményben, ám a funkcionális igények miatt időszerűvé vált egy nagyobb beruházás. Nagyon sok elképzelésünk volt, fogalmazódott meg annak érdekében, hogy az itt élő időseinknek az életminősége jobb legyen, olyan terekben élhessenek, amiben könnyebb őket foglalkoztatni, aktivizálni, aktívan tartani, illetve az ágyban fekvő lakóinkat pedig ápolni. Mindenképpen központi része egy idős otthonban való életnek az étkezés, az étkezések mikéntje, rendje, módja, és úgy gondolom, hogy egy kulturált, nagyon szépen kialakított, könnyen megközelíthető étterem kialakítása már nagyon-nagyon régóta érett ebben az épületben. Ez volt az egyik fontos része a pályázati programnak is. A komplex átalakítás biztonságos, otthonos és kényelmes környezetet biztosít az intézmény lakóinak, és szakszerű gondozást az itt dolgozóknak.